Miért kell ismertnek és látogatottnak lenned bloggerként? Ugye azt gondolom, hogy ebből a látogatottság az nem annyira kérdés, ez mindenkinek logikus, hiszen, hogyha sokan látogatnak, tehát sok látogató van a, a blogodon akkor ebből tudsz bevételt csinálni. Viszont ami jobban fölmerülhet kérdésként, és amit én azt látom, hogy nagyon sok blogger egyáltalán nem tud erről, vagy nem foglalkozik vele, hogy sajnos az ismertség is fontos. Tehát az, hogy valamilyen szinten a te neved, a te blogodnak a neve legalább a célpiacodon, legalább abban a körben, akik lehetséges olvasóid vagy lehetséges hirdetőid valamilyen szinten ismert legyen, ez elkerülhetetlen a sikerhez. Erről szeretnék itt egy picit neked beszélni. Ugye a látogatottságot néztük, igazából a bevétel a látogatottságból és az ebből fakadó értékből lesz, tehát az muszáj, hogy látogatott legyél. Viszont nagyon nehezen megoldható az, már önmagában akár az is, hogy látogatott legyél, az pedig, hogy ebből minden bevételt ki tudj hozni, anélkül, hogy ismert lennél. Elmondok néhány indokot, hogy ez miért van. És kezdem azzal, ami talán a legkevésbé, vagy amire talán a legkevésbé gondolsz és amire a legtöbb ember azt mondaná, hogy hát én azért nem kell, hogy ismert legyek, mert majd a keresőben, hogyha megoldom, hogy följöjjek, akkor a keresőben jön a látogató. Az a helyzet, hogy ez csak részben igaz. Nagyon-nagyon komolyan figyelembe veszi a Google is az algoritmusában azt, hogy ez az adott honlap, és most ebből a szempontból mindegy, hogy egy blogról vagy nem blogról beszélünk, ez az adott honlap azaz blog, az mennyire ismert? Maga a márka. Tehát mondjuk, nézzük az én példámat, hogy érthető kézzelfogható legyen, akár a Szilágyi Balázs név, mint, mint márka név, mint bloggernek a neve, akár a rántott húsfogban, például, hogyha azt nézzük, márka név, mennyire ismert? És ez minél inkább ismert, annál jobban fogja szeretni még a Google is. Tetszik, nem tetszik. Tehát lehet bármennyire kereső optimalizáltan írni, hogyha nem foglalkozol azzal, hogy a, a nevedet, a márka nevedet ismertéted, akkor ez még a Google-ben is hátrányt fog okozni, vagy inkább, inkább úgy mondanám, hogy, hogy nem fogsz tudni mindent elérni, amit lehet. Egyszerűen figyeli a Google azt, hogy mennyire felkapott egy honlap, egy blog a közösségi médiában, figyeli azt, hogy mennyire vannak márkanévkeresések, tehát mondjuk konkrétan az én esetemben keresnek úgy, hogy Szilágyi Balázs receptek, pizza recept, rántott húsvokban, stb. stb. És ezek nélkül ne úgy értsd a hátrányt, hogy hát akkor semmilyen eredményt nem fogsz tudni elérni, inkább úgy értsd, mint hogyha lenne ott egy fék, ami, ami be van húzva. Tehát igenis még a Google oldaláról is fontos az, hogy ismert is legyen a honlapod a blogod. Nagyon-nagyon fontos, és sokakban ez fel sem merül, hogy a látogatók számára is ismertnek kell lenned. Tehát nem mindegy annak a látogatónak, hogy amikor mondjuk beír a keresőbe valamit, akkor életében először és lehet, hogy utoljára találkozik a te cikkeddel, és jó, rákattint, fölmegy, elolvassa, rendben van, lett egy látogatót, tehát mint számot kipipálhatod, de előtte se tudott rólad semmit, utána sem tud rólad semmit. Vagy, hogy tudja, hogy itt kiről van szó, ismeri már azt a nevet, látta már azt a nevet, tudja valahová kötni, ne adj Isten, föl van rá iratkozva többféle csatornán, adott esetben keresi, adott esetben kifejezetten így keres rá, ugye itt nézd meg, hogy azért ezek az előző pont, ugye a kereső optimalizálás, illetve most a látogatók, ezek össze Érnek, és ez nem véletlen, hát ezt mindig elszoktam mondani, hogy a Google az embereket követi. Az egyik legelső és legfontosabb Seo-tanács volt, amit megfogadtam. De egész egyszerűen itt meg a látogató oldaláról van arról szó, hogy igen, ő, ő nézni fogja ezt. Tudod, hányan írják azt nekem, hogy amikor keresnek egy receptet, akkor először az én honlapomon néznek szét, mert, mert nem tudom, valamiért én megfogtam őket. Tehát igenis, hogy fontos a látogatók oldaláról is elérned azt, hogy ismert legyél, mert egyrészt ez önmagában egy plusz látogatottságot generál, hiszen vissza fog térni, nálad fog szétnézni, másrészt pedig egy olyan bizalmat generál, ami meg megint csak a látogatottságban fog kijönni, akár csak ilyen algoritmusok, mint a kereső optimalizálás révén. És hát nem elhanyagolható az ismertség az egyéb bevételi források oldaláról sem. Ez az, ami talán a leglassabban jön ki, és ez az, ami ténylegesen csak akkor jön ki, hogyha komolyabb bevételt szeretnél a blogodból elérni. De elmondom neked, hogy amennyire egyszerű például ilyen automatikus reklámokkal pénzt keresni egy blogból, annyira lehet ennél jóval több pénzt csinálni, hogyha az ember mondjuk egyedi hirdetőkkel vagy egyedi megállapodásokkal el tud indulni. Csak hogy amíg az automatikus reklámokat, például a Google-nek a reklámjait, azt tényleg viszonylag, egyszerűen viszonylag hamar ki tudod tenni a blogodra, és ugye ezt ki tudod pipálni, meg fognak jelenni, jön neked a bevétel, addig az egyéb bevételi források már nem ilyen egyszerűek. Ott nem fog nálad valaki hirdetni, hogyha az életben nem hallott rólad. Nem fog téged valaki mondjuk meghívni egy tévéműsorba beszélgetni, mint szakértő, hogyha ugye ugyanerről van szó, hogy abszolút nem vagy ismert, följössz a keresőben, de igazából senki sehová nem tud tenni. És a többi, és a többi, és a többi. Tehát nagyon-nagyon fontos azt megérteni, hogyha eredményeket szeretnél elérni a blogoddal, és tényleg nem csak azért csinálod, hogy hát leírd a gondolataidat, aztán meg van örökítve, és vagy nézik, vagy nem, hanem eredményeket szeretnél elérni, és tegyük hozzá ebből pénzt, tehát bevételt, mint mint blogger vállalkozó, hogy úgy mondjam, bevételt szeretnél csinálni, akkor látogatottság kell, ez egyértelmű talán, de ismertség is kell, a kettő együtt kell, ezt tudatosan föl kell építened, és tudatosan fönt kell tartanod bloggerként.